Sziasztok, izomvadászok, és üdv az új videóban. Ma van vadácsony 13, igen, 13. rész, december 13-a van ma, és ma az a kérdés, hogy bemutatnád egy heti edzést terved, és mellé, hogy melyik gyakorlatot mekkora súllyal végzel, hogy lássuk, hol tartunk hozzád képest. 65 like-kal nyert, úgyhogy válaszoljuk is meg. Srácok, egy dolgot tudnotok kell rólam, és az, hogy én nem tudok fél éven át ugyanazzal az edzőtervvel edzeni, ezt nem is ajánlom senkinek, de nekem tényleg kell a változatosság. Ez nekem nem azt jelenti, hogy én nagyon variálok a gyakorlataim általában ugyanazok maradnak, de maga, hogy hogyan van felosztva az edzésem, azt szoktam olyan két havonta variálni. Az utolsó terv változás az most volt vasárnap, tehát épp hogy egy hete, és ezért még maga a gyakorlatokhoz nem is annyira tudok sokat mondani, hogy hol mennyit bírok, mert kicsit megváltozott a sorrend a gyakorlatokból, és szerintem mindenki, aki már kicsit régebb óta edz, tudja, hogy ha megváltoztatunk egy kis sorrendet csak, vagy kicserélünk két gyakorlatot, akkor már is teljesen másmilyen az erőnk bizonyos gyakorlatoknál, úgyhogy ahhoz most olyan sokat nem fogok tudni mondani, de mindenképp bemutatom az én új edzéstervemet, amit most vasárnap óta csinálok. Sőt, gyorsan bemutatom az eddigi tervemet és az új tervemet. Eddig úgy csináltam, hogy én edzettem úgy, hogy felső test, alsó, szünet. Majd felső, alsó, és a hétvégén szünet és szünet. Tehát heti 4 edzésem volt, úgyhogy minden izomcsoportomat kétszer edzettem meg egy héten. Tehát a frekvencia az megvolt, persze úgyhogy heti csak kétszer edzettem meg egy izomcsoportot, így viszonylag magas volt maga az intenzitás. Most az a helyzet, hogy máshogy edzek. Az új tervemnél is ez nekem most nagyon sokat számít, mert én az elmúlt fél évben, talán még több, mindig úgy edzettem a felső testemet, hogy tényleg egyben a felső test. Tehát mellizom és hátizom, akár még egy kis váll, meg egy kis kar edzés, az mindig mind benne volt a felső test edzésben. És most a barátommal kicsit összeültünk, megbeszéltük, hogy ja, talán megint kezdhetnénk azt, hogy kicsit célzottabban a mellizomra, kicsit célzottabban a hátizomra, és ezért felosztottuk mostantól, úgy csináljuk, hogy hátedzés és melledzés külön választva. Tehát most mondanám, hogy ez itt az egyes, az a hétfő. Igazából ezt így is gondoltam. Az egyes, az a hétfő. És szerintem tudjátok, hogy hétfőn mindenki mellre edz. Igazából én is imádok hétfőn mellre edzeni, egyszerűen így jobban tudom kezdeni a hetemet, jobb kedvem van kezdeni az új hetet. De mivel ilyenkor általában az összes mellgép tele van, úgy döntöttünk, hogy mi hétfőn a hátedzéssel kezdjük, ezért itt az első napon most a hát plusz biceps. Aztán a második napon jön a lábedzés plusz has, és a harmadik napon jön csak a mell plusz a triceps. Aztán a negyedik napon megint jön a hát meg a biceps, tehát valamilyen szinten előről kezdődik az egész, ötödik nap az megint láb plusz has, és a hatodik megint mell plusz triceps. A vasárnap, a hetedik nap a hétből az meg szünet, illetve nyújtás. Tehát ez inkább ilyen regenerálós nap, ilyen vasárnapon talán tervezek szaunába is járni, esetleg jogázni, valami ilyesmi kicsit. Kicsit egyszerűen másféle edzést is belehozni a tervembe, mert már tényleg kezdem érezni, hogy kell többször nyújtanom. Egyszerűen ez szerintem egy dolog, amit mi, hogyha edzünk, túl kevésszer csinálunk, és ezért én most vasárnaptól próbálni fogom beleépíteni a nyújtást a vasárnapjaimba, a szünet napjaimba. Ez így a mostani új tervem. Kicsit aggódok, hogy az a heti egy pihenőnap a testemnek kicsit kevés lesz. Azt most ki kell próbálnom, a következő hetekben meg fogom látni, hogy ez a 6 edzés egy héten túl sok-e nekem. És nem azért osztottam fel, vagy nem azért edzek heti 6-szor, mert csak ezzel lehet hú de jól fejlődni. Ezzel is nagyon jól tudtam fejlődni, és hogyha ti akarjátok kipróbálni ezt, higgyétek el, hogy ezzel is baromi jól lehet fejlődni. Vagy akár, hogyha ez nem fér bele az időtökbe, akkor heti 3 egész test edzés is jó. Tehát mindegyikkel lehet jól fejlődni. Igazából szerintem attól függ, hogy hogy osztjuk fel, mármint az attól függ, hogy nekünk hogyan fér bele az életünkbe. Én
edzőként dolgozok a teremben, tehát én naponta 10 vagy akár még több órát a teremben töltök, és nekem munka után vagy munka előtt nem baj, hogyha még edzek, amúgy is ott vagyok a teremben, tehát nekem ez egyszerűen simán belefér az életembe, mivel az életemet szinte amúgy is a teremben töltöm. És hogyha ez nektek nem fér az életbe, akkor nem kell ezt csinálni, hanem ez is teljesen jól megteszi, vagy mondom, heti 3 egész test edzés, ez nem kell heti 6-szor edzeni, ez csak most így van kedvem, így szeretném kipróbálni a következő hetekben. Ugye az edzőterv az nagyon attól is függ, hogy tudjuk-e élvezni. Az edzésünknek az nem szabad, hogy csak úgy csinálom, mert a tervem így mondja, hanem élvezni is kell tudni. És én ezt egyszerűen már nem tudtam ennyire élvezni, én most már akartam megint célzottan hátra edzeni, célzottan merre edzeni. Ezt fogom most csinálni, ez az én mostani tervem. Hogyha tetszett a mai videó, akkor hagyj itt egy lájkot. Hogyha szeretnétek látni tényleg a gyakorlatokat, hogy milyen napon milyen gyakorlatokat csinálok és milyen súlyokkal, akkor azt írjátok a kommentekbe, én tervezek erről videót készíteni, így célzottan, hogy mondjuk Dennis Burkhardt hát biceps napja, vagy valami ilyesmi, erről talán valami új sorozatot is nyithatnánk, mondjuk januártól, azt még igazából nyitottan van, azt még nem teljesen tudom. Írhatnátok ötleteket a kommentekben, írjátok megint kérdéseket is a kommentekben, lájkoljátok be azt, amit akartok, hogy nyerjen, és akkor azt megválaszoljuk holnap. Ha új lennél a csatornán, iratkozz fel, kapcsold be a csengőt, és akkor találkozunk a holnapi videóban. Na csá!